Az ukrajnai háború miatt a béke és a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, csak a Fidesz tudja garantálni a békét és a magyar emberek biztonságát. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az országgyűlési választásokkal egy időben tartandó gyermekvédelmi népszavazásnak európai következménye és jelentősége lesz van az a tét, hogy visszamenjünk-e mondjuk úgy, hogy gyurcsány korszakba, vagy menjünk tovább előre. Erre mondjuk mi, hogy Magyarországnak előre kell mennie, és nem hátra. Most már nem csak az a kérdés, hogy visszamenjünk-e a kudarcos múltba, hanem a béke és a biztonság is a választások tétjévé vált. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Most már a béke, meg a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé, és a mi üzenetünk világos: hogy csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon, csak mi tudjuk garantálni a magyar emberek biztonságát. És hát így egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampányunk, ezért izgalmasabb is. A miniszterelnök azt mondta, ez a helyzet lehetőséget ad arra, hogy végre komolyan, őszintén és mélyen beszéljünk nagyon fontos kérdésekről. Hozzátette, nem csillapítani akarja a kampányt, hanem megpróbál bevonni, mozgósítani minél több embert. Kezet fogni és őszintén beszélni velük ezekről a nehéz kérdésekről mégiscsak eldöntjük majd jövő vasárnap Magyarország sorsát legalább négy évre, emelte ki Orbán Viktor. NATO nem szervez majd olyan hadsereget, amely be akarna menni Ukrajnába. A NATO szó szerint lemásolta a magyar álláspontot. Értékelte Orbán Viktor miniszterelnök a héten zajlott tárgyalásokat az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A kormányfő elmondta, a szervezet nem küld katonát Ukrajnába és fegyvereket sem szállít oda. A miniszterelnök szólt arról is, hogy az Európai Unióban több tagállam sem ért egyet az olaj- és gázvásárlási szankciókkal. Ausztria és Németország Magyarországhoz hasonló helyzetben van, így álláspontja is megegyezik a magyarokéval. A kérdés nem az, hogy Magyarország drágábban veszi -e ezeket az energiahordozókat, hanem az, hogy jönnek-e ezek egyáltalán tette hozzá. Számunkra nem az a kérdés, hogy kicsit drágább vagy nem, hanem hogy megáll-e a gazdaság. És ha nincs olaj és nincsen gáz, akkor a magyar gazdaság lelassul, és néhány napon belül megáll. Az pedig azt jelenti, hogy gyárakat kell bezárni. Az azt jelenti, hogy elkezd nőni a munkanélküliség. Az ukrajnai háború kapcsán Orbán Viktor erkölcsileg helyesnek nevezte a magyar álláspontot. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország minden segítséget megad az ukránoknak, amit lehet, de semmilyen igényt nem elégít ki, ami tönkretenné a nemzetközösségét. Hozzátette, E kérdésben a kormánynak nem az ukrán elnökkel van vitája, hanem a magyar baloldallal arról, kinek a szempontját kell érvényesíteni a kérdésben. A kormányfő leszögezte, mi 1100 éve a magyarok oldalán állunk.